44 voltig működik az állomás, de viszont, hogyha hosszú a kábel, és mondjuk akár vékony is, akkor ez a 44 voltos határfeszültségen már a rádió nem fog elműködni, mert mire a rádió ér az áram, addig az jóval 44 volt alá fog kerülni, tehát megáll a rádió. Mindenképpen ajánlott ilyenkor a kathatos kábel használata, mivel jóval nagyobb a keresztmetszete, így stabilan, biztonságosan működhethető ez a rádió még ezen a feszültség szinten is. Rengeteg olyan kábellel találkoztunk, hogy nem kellett neki egy év, és egyszerűen kitöredezett a kábel, gyűrűsen megtörik, befolyik a víz, és az még hagyjál benne, befolyik a kábelbe a víz, de be is vezeti ugye az aktív eszközökbe. Na már most egy állomáson aztán legkevésbé sem hiányzik egy beázott switch, meg bármi hasonló probléma. Viszont a kathatos kábelnél ez eddig lekopogja nem fordult elő, de valószínűleg tartom, hogy nem is fog, mivel hogy a kábel maga egy szilikonszerű zselével van kitöltve. Úgyhogy ha a külső köpenye meg is törik a kábelnek, nem tudja bevezetni a vizet, mert már a két köpeny közötti réteg ki van töltve egy olyan anyaggal, ami igazából víztaszító. Hát ugye ezek a kathatos kábelek dupla árnyékolással rendelkeznek. Tehát rendelkezik egy belső szigeteléssel, azon pedig egy fólia, a fólián pedig egy árnyékoló harizsnyával van ellátva. Ez megnöveli az árnyékolásnak a keresztmetszetét, ami sokkal biztonságosabb üzemeltetést tesz lehetővé. Tehát itt látszik a csatlakozón, hogy egy erős, bilincszerű végződése van a csatlakozónak, ami átöleli a kábelnek az árnyékolását. Tehát itt egy erős kapcsolat van, egy kontakt van a kathatos kábel árnyékolása és a csatlakozó között. A statikus túlfeszültség, akár a villám energiája ellen is azért valamilyen szinten fel van készítve. Úgy, ahogy a rádió oldalon a csatlakozóval, a másik oldalon, az állomás felé oldalon pedig a kroncsatlakozós patchpanellel. Ott is ugye ez a módon védekezünk, úgyhogy az árnyékolás az ki van fordítva a köpenyre, és a köpeny pedig egy robosztus fém bilincs szorítja le a házhoz, ami erősen földelve van. Úgyhogy remélem hosszú éveken keresztül ez megbízható lesz. Thank you.